kérdés az, hogy milyen volt a nulladik évtized, ugye, tehát a 21. század első évtizede, akkor számomra legalábbis, és én azt hiszem, hogy ez bizonyos folyamatokkal egybe is esik, nagy, ha tetszik, globális folyamatokkal, de helyi folyamatokkal is, számomra a legjobb évtized, talán életem legjobb évtizede. Bizonyos értelemben záró évtizede, tehát tulajdonképpen egy kicsit én a 60. éven betöltése után ezt egy élet utáni életnek tekintem, tehát egy ráadásnak, mindig is így gondoltam, akkor is, de a csoda az, hogy ott a nulladik évtizedben nagyon sok mindent, amit elkezdtem, amit akartam, meg akartam csinálni, meg is tudtam csinálni, döntően a költői műben mondjuk, és hát talán fura, amit mondok, de költészettől soha nem volt idegen, magyar költőktől meg végképp nem volt idegen, a politikai gondolkodás, a politikáról való írás. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy ez egy fantasztikus évtized volt, minden katasztrófájával, az engemért személyes és nagy veszteséggel együtt, mert az első nagy veszteség az a Balassa Péter. Nagyon fiatalon halt meg, 56 éves korában, 2003-ban, mert hiszen 47-es születésű, és minket nagyon sok minden összehozott, többek között az is, hogy egymáshoz nagyon közel éltünk, ő a Gellérthegy utcában, én a Attila úton, és rengeteget sétáltunk a vérmezőn, egészen a haláláig. Én nem tudtam azt a gyötrelmet, amin ő keresztül ment, annak nem tudtam a tanúja lenni, telefonon beszélgettünk. A másik nagy veszteségem az 2008, a El Kazovszky, akivel hát egy életre szóló mély barátság fűzött össze, de mondom, ezeknek a nagy veszteségeknek, ezek személyesek, ugye? Tehát az évtizedben, évtized azzal kezdődik, hogy az ikertornyok ledőlnek az Egyesült Államokba. És tulajdonképpen egy dominósor ott eldől. És azzal végződik, hogy van egy világválság. Ez a nulladik évtized. A nulladik évtizedre túl voltam már akkor az Oroszország könyvem megírásán. Nem általában Oroszország érdekelt, hanem az a kataklizma, vagy inkább katasztrofális változás, ami a Szovjetuniónak a szétesésével bekövetkezett Oroszországba. Tehát az, hogy az ember napi szinten követheti nyomon egy ilyen elképesztő államalakulatnak a felbomlását, ez hihetetlen. Ez olyan, mintha a francia forradalmat követhette, sokan egyébként követték, és remek naplók maradtak mai napig. Ugye itt nem, ez nem egy történeti, bár bennem, nem, a politika engem, nem jó szó a politika, mert én megkülönböztetem a hatalmat meg a politikát, a hatalom. Tehát a hatalomért való harc, meg ezek a pártok alakulnak, nem, ez engem abszolút nem érdekel, nem tud izgalomba hozni. Ami izgalomba tud hozni, az a történelemnek az iszonyata. Egyébként egyetlen dolog, amire büszke vagyok, nem is ez a 700 oldalas könyv, ami nyilván olvashatatlan, én belátom. Tehát amikor azt látom online lapokon, hogy megjelenik egy írás, és ott van az, hogy 5 perc olvasási idő, 5 perc olvasási idő, 3 perc, hát talán a literán ez még nincsen, nem tudom, nem figyeltem egyébként, szerintem nincs, nem lehet, az irodalmat nem lehet így tálalni, meg közreadni, de akkor egy ilyen 700 oldal, de nem, fönn van egyébként ezen a bizonyos honlapon, sem csak be kell írni a kékek és a zöldek, így ömleszve. Tehát nem erre vagyok büszke, hanem az Auschwitz és Trianon című 20 oldalas, olvasási idő 10 perc, 20 oldalas eszémre, ami megjelent itt-ott, egy pár helyen megjelent, de fönn van a honlapon is, és abban az az összefüggés, ami e között a két esemény között van, tehát nem az, hogy az is nagyon csúnya dolog volt, meg ez is, hát ez kikérem magamnak, és
mindegy, no comment, itt ezt nem lehet kommentálni, hanem a belső összefüggést, az, hogy hogyan nem tudtuk feldolgozni, illetőleg mit jelent a rossz feldolgozása egy, ha tetszik, nem is traumának, egy katasztrófának, mert ez egy katasztrófa volt, a magyar társadalom, a magyar nemzeti társadalom tört a Trianon. De a rossz feldolgozás azt jelentette, hogy nem értették meg, hogy a mi legcsodálatosabb, tehát ami a magyar, az egy adomány, nem mi vívtuk ki, az az, hogy ez az osztrák-magyar monarchia, de előtte is, ez egy soknyelvű, sokkultúrájú társadalom volt. Tehát aki itt nőtt fel Budapesten, meg nem csak Budapesten, mert Triestben, meg a legkülönbözőbb helyein a monarchiának, az kettő, néha három, négy nyelvet is jól, rosszul tudott. Az én nagyszüleim még kitűnően beszéltek, majdnem olyan nyelvi szinten németül, a szüleim már alig, mi németül, hát az egy rettenetes nyelv, meneküljünk. Tehát senki. A magyar nyelvtudás részben innen ered. De hogy ez nem hátrány, hanem előny. A határon túli sanyargatott kisebbségi magyarságnak, töredékeknek iszonyatos hátránya volt a kisebbségi sors, de előnye volt a többnyelvűség. A siker lehúz, mint a mocsár. Hát nekem a sikerről nagyon rossz véleményem van, miközben a siker az ennek mindig is a kapitalizmusnak, mint vallásnak, Walter Benjamintól származik ez a kapitalizmus vallás, a kapitalizmus vallásnak a főistene. Tehát én sikeristen. Csak gondoljanak a loser kategóriára. És ezt nagyszerűen összeegyeztetik valahogy, hát persze tökéletes hazugság, az mondjuk a kereszténységgel. Mondjuk a kereszténység. A kereszténység központi szereplője a sikertelenek sikertelenje. A legnagyobb lúzer, Jézus Krisztusnál nagyobb vesztes nincs. Igen, persze, üdvtörténet evangéliunk, de egyben a legnagyobb győztes. Tehát a vereség, az nem úgy van. A vereséget nem úgy fogom föl, mint sötét pincevermet, mint borzalmat, halált, megsemmisülést. Hát végül is arról szól a történet, hogy megfeszítik és meghal. A legmélyebb pont, ugye? Hogy van Pilinszkinél? A mély pont ünnepélye. Egyben a legmagasabb pont is. Nem a siker a legmagasabb pont. A mély pont a legmagasabb. Onnan jön a feltámadás. Most is azért mondom, mert ugye csináltak belőle szupersztárt annak idején, de a mai napig, tehát ő úgy néz ki, mint hogyha ő transzcendensíkon sikeres, ha hiszek benne sikeres. De a siker, Canetti volt az, aki neki ezen lovagolt szinte, a kis jegyzőfüzete tele van ezzel, hogy is van, hogy a írókra mondja, de általában az ember, a siker az ember patkánymérge. Hát, most ugye ezt magamra kellene vonatkoztatni, de hát vonatkoztatom én. Tényleg nem adtam fel magamat, azt hisz. Változni változik az ember. Ez már önértelmezés kérdése. Tehát ha nem adtam fel magamat, azzal hízelgek magamnak, hogy nem adtam fel magamat. Tehát ki az a hülye, aki azt fogja mondani a 70 éves korában, hogy hát, ha jól belegondolok, kétszer is feladtam magamat, úgyhogy visszavontam a teljes. Nincs mit visszavonnom. Nekem mindig próbálom szembesíteni magamat tényleg ezzel a régi toposzal, a 16 éves kori kamaszkori, hát engesztelhetetlen és lázadó lényemmel. Nem mondom azt, hogy nem küldene el a francba, de azért olyan, mint a Karintinál, nincs.
Tehát ebben az értelemben beérkezettség, ez a polgári elhájasodás, család, gyerekek, mindent csináltam, ami egy életben adódik, és amit csinálni kell, de nem adtam, nem, szóval nem csúsztam semmi alá. Ez a belső űr, ez azért nagy kérdés, ma biztos nem így fogalmaznék, vagy nem így látom a külvilág, belvilág összefüggést. Én nagyon egóellenes vagyok, tagadom az egót, az ént, de a személyiséget nem, pont fordítva. Minél kisebb az egód, annál teljesebb a személyiséged, és ez nem műveltség, tudás, ez bárkire érvényes. Minden egyes emberre. Én olyan nagyszerű személyiségekkel találkoztam most már 20-25 éve, hogy Szamosangyaloson nyarantam, meg más évszakokban is elég sokat vagyok. Egy kis falu, egy gyönyörű Észak-Kelet-Magyarország, Szamos mellett tényleg. Olyan teljes személyiségekkel, nagy részük persze már elment, elég korán halnak ott az emberek, és a titka az, hogy nincs egójuk, nem érdekes, kicsi, zárójelben van. De itt amifelé halad az én szememben a civilizáció, az nem is tudom, mit mondjak. Tehát ez egy buthányi ego. Szóval, hogy mindent elfog, globális. Tehát bármi, a közösségi oldalak ego ömlenyek. Tehát azért mondtam az üresség kérdésre, hogy remélem, hogy személyiség vagyok, és nem ego. Tehát, hogy az egót az sikerült, mert az üresség tulajdonképpen, az ego. Tulajdonképpen, amire én nem számítottam, az, hogy egész egyszerűen kapok még egy évtizedet. Tehát azt tudtam, hogy úgy 60-60-ig tart az életem, a rendes, normális, vitálisan, elmeállapotilag, hogy de utána még kapok 10 évet, most pedig itt állok ugye a küszöbén egy újabb 10 évnek, de hát ezt nem hiszem, hogy megkapom, hát aki normális az. Ez kegyelem. Megkapja, nem. És úgy kapja meg, hogy még azért tud valamit csinálni. Nekem nagyon, nagyon kellene az idő. Tehát erre nem számítottam, volt is egy nagy zökkenő ott a 2010-es évek elején, amikor azért lehetett volna, történhetett volna velem is olyasmi, mint nagyon sok kortársammal, akiknek a elvesztése az számomra borzalmas, tényleg. Borbé Szilárdtól a Péterig, az Eszterházi Péterig. Én semmi mást nem teszek, csak próbálom a kötelezettségeimet teljesíteni, és ezek sajnos, tehát megoldottam egy csomó mindent. Tehát nekem el kellett volna mennem mondjuk 2014-be, amikor úgy körülbelül, hát akkor azt mondtam volna, hogy rendben van, az életem megvolt, tehát nem kell még élni. Én nem vagyok egy ilyen életmániás, abszolút teljes. A lehető legjobb barátságban vagyok nem a halállal, mert olyan nincs, hanem azzal, hogy el kell menni, hogy nem vagyok örökké. És ezt gyakorlom már saját életemben. Csomó helyről elmentem. Elsőként a tanszékemről, 2010-ben, amikor lehetségesé vált, én 60 éves voltam, elmentem. Befejeztem az oktatást. Nem azért, mert utáltam, ellenkezőleg. Nagyon szerettem, rengeteget kaptam tőle, azt hiszem nem voltam rossz. Tehát a gyerekek is kedvelték, amit csináltam. De másra kellett az energia, és kell most is. Tehát tartozom, hát több dologgal. Először is Elkozovszkinak tartozom. Írom, mert egy ilyen memoárszerűséggel. Tartozom most már a Létai Verának, akinek csináltam, akivel 36 év kötött össze, és egy honlapot, és arra fölteszem az összes mindenféle művét. Hát ő a 70-es évek nagy színikritikusa, és persze a filmvilág főszerkesztője, és egy fantasztikus személyiség volt.
Tehát ez két olyan tartozás, amivel én állandóan dolgozom. Tulajdonképpen apámnak is tartozom a verseit, a humoros verseit, amik valamikor nagyon népszerűek voltak, és akkor még jövök én. És én magamnak elsősorban az ikonkönyvekkel tartozom. Tehát egy olyan tanulmánykötettel, ami hát minimum 1000 oldal, mert ilyen hatalmas, 100 oldalas tanulmányokból áll, és van egy monográfia. Ezek nem a fejemben létező dolgok, hanem 60-70-80%-os készültségű szövegek. A monográfia az pedig a Júdás csókja ikonográfiája. Tehát ez a minimum program, ha ez a 2003-as, tehát tulajdonképpen 20 évvel ezelőtti magam, és hát tényleg sokan vagyunk, mindannyian ugyanabban a bőrben. 20 évvel ezelőtti önmagam, nincs nagy, nem vagyunk túl messze egymástól. Mert a 20 év egy élet időben tökéletesen más 20 év. Tehát ha egy 20 éves ember visszagondol az élete első éveire, ugye, ugyanannyi választja el, mint őt én tőlem. A csecsemő nem is tudna véleményt alkotni, de egy 20 éves ember és a 40 éves. 40 éves és a 60, ezek őrületesen távol vannak egymástól. De egy 60 éves, vagy jó, akkor még csak 53-54 voltam, és egy 72 éves ember nincs őrületes távolságra egymástól. De ez csak akkor, amikor már benne van az ember, ebbe az időbe akkor látszik, és az is csak akkor látszik, hogy ez az egész életidő, de a 80 évek, meg a 90 évek is, ennyi.